Vendégeim, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. 85. ünnepi könyvek és 13. gyermek könyvnapok. Most a felnőtt részét, inkább a 85. is veszik alapul, és ennek egy jó történetű programja lesz a mai napon. Köszöntsem nagy tisztelettel Elek Tibor Jordan történész, a Rúzsapa Kiabiás Ivan történész. Köszönöm szépen! Viszont mindjárt ismerik is őt, egyébként az mindig el szoktam mondani, hogy azt már nem mondom, hogy Gyulán nem kell bemutatni, mert hogy mondja mindig Tibor, hogy ő igazából már nem Gyula, ilyen. Ezért mégiscsak hozzákötődik volt. És a dr. Erdik Szállán történészet, akit nekem úgy mondta Tibor, hogy azért jó partner lenne a mai könyvmutatásában, mert hogy elejét pedig ismerjük a munkásságát, és nagyon korrelátása van. Erre a 30 év munkásságát összegyűjtő kötetve, mert nem csak így anyag van itt összegyűjtve. Ugye úgy van, hogy válogatott és új eszék, amely sajnos én nem tudtam megnézni, melyik az új, a régiekből tudtam olvasni, mert valamennyit találtam az interneten, de hallottam közben, amit itt várakoztunk, hogy bizony nem mindenki látta még ezt a kötetet, én sem láttam még, most azért csodálom, miközben. Most hozom testőn. Annyira is. És bizony, amit én olvasni tudtam belőle, azt is az interneten találtam meg ezeket azt a képeszét, ami önmagában mindkettő megérne már egy egész estés előadást, és ehhez képest itt most azért 3x13 írásról kell majd beszélni. Hát azt gondolom, hogy mindegyünk érdeklődésére számottartó van, de úgy is fog ez zajlani. Garanciára két vendégünk. Amit én szerettem volna még csak közben, hogy elkalandoztam a gondolatokban és a bevezetőben, mert szerettem volna mindenképpen elmondani. Tehát átolvassam most ezt a két eszét, a kötet elején található két eszét, amely az eszéről, az eszé műfajról, annak a újabb vonatkozásairól, milyen fejlődése volt a 20. századi magyar irodalomban, illetve a napjainkban, elsősorban mondja, hogy 90-es évek közepén íródott ez az írás, az elmúlt évezred végig időszakot jeleníti meg még, és akkor mondom a 19. század 20-30-as éveit, valamint a közép-európáról szóló eszét. Tehát ezekben, és általában Tibor írásait olvasva mindig csodálkozom, és a legmélyebb tiszteletem annak, hogy valami fantasztikus módon találjam meg azokat a pontokat a magyar irodalomban, annak az áramlataiban, amelyekre bizony oda kell figyelni. Én nem tudom, ez erre valószínűleg születni kell szerintem. Tehát ilyen érzékkel rendelkezni, és megírni, meghatározni azokat a folyamatokat, amik zajlanak a magyar irodalomban. Ehhez szerintem nagyon komoly felkészültség mellett, hogy tényleg a tehetségre is szükség van. Most nem akarok tényleg szembe is nagyba főbe dicsérni, de valóban így gondolom, mert mindig vállalatban egyrészt az a tudományos alaposság és felkészültség, ami mögötte van, meg kell csak nézni a címített műveket, hogy rendszeresen és mindig pontosan idézze, milyen hivatkozások vannak bennük. Másrészt mondom, ami meghatározó módon is, néha bizony egy-egy írás, egy-egy szerző kapcsán, azt mondom, hogy úttörő módon is, hiszen van gyakran olyan terület, amihez más még nem mert hozzágyolni, mert annyira kíváncsiak. No, hát remélem sok mindent meg fogunk tudni erről a kötetről még majd a továbbiakban. Én szeretnék hozzá gratulálni, már csak azért is, mert 30 év és egy 10. kötetről van szó, ha valóban lehet hinni ezeknek a írásoknak, további sok sikert kívánok hozzá, és tartalmas estét mindenkinek. Köszönöm szépen! Akkor az első tisztelettel köszöntöm Önöket. Az első mondatokhoz, az első bekezdéshez felállom, aztán folytatjuk beszélgetősebb formában. Az új könyvnek, amely, ahogy János is mondta, Tibor 10. kötete, Irodalom és Nemzeti Közösség, a címe Válogatott és új eszék az alcíme. Találunk benne egészen régi írásokat is pályája kezdetéről, 1984-ből, és az utolsó, az idei, a legfrissebb kortársban láttam én az utolsót, amely Markó Béla Csatorlány című verses kötetéről szólt, tehát 30 esztendőt fognak át ezek az írások, és tekintettel arra, hogy már megjelent 9 kötete, és kötetben nem is minden írás került be, volt mitől válogatni, most itt a Napkult kiadó egy speciális válogatási lehetőséget adott a szerzőnek.
ez pedig a nemzeti közösség és irodalom szempontjából történő válogatás volt. A kötet négy nagyobb egységből áll, az első három rész, mindegyike 13 esszé, majd megkérdezem, hogy miért van 13, ezen töprengtem. Az első változat, az első részben a 13 nagy esszé, az a magyar irodalom általános kérdéseire nyit rá, de háttérként ott van a közép-európai gondolat is, amelyben a magyar írók közül nagyon sokan beleillesztették a maguk gondolatait a maguk esszébe. Jön azután a második rész, megint csak 13 nagyobb esszé, ezek portrék, amelyek vagy írók esszéköteteiről szólnak, vagy íróknak olyan, olyan köteteiről, versekről, prózai írásokról, amelyek nagyon is szoros kapcsolatban állnak azokkal a kérdésekkel, a nemzeti közösséggel, az irodalom kultikus szerepével, amelyekről az első részben esett szó. És a harmadik 13-as egység az már egy kicsit meglepetés is, mert ezek az irodalmi lapokban, ezek mellett az irodalmi lapokban megjelent írások mellett rövid napi lapokban, heti lapokban, vagy alkalmi beszédként elmondott írások, azok, amelyek a harmadik egységet képezik, mégpedig ugyanabban a gondolatkörben, csak sokkal publicisztikusabban, sokkal éresebben, olykor provokatívabban megfogalmazva azokat a kérdéseket, amelyek korábban az eszében nagy gondolati hívekben élesztve jelennek meg, és a negyedik lezáró rész egyetlen interjúból áll, Xanthus Boróka, erdélyi torforgató beszélgetett Tiborral ugyanazokról a kérdésekről, amelyek ezekben a kötetekben benne vannak. Tekintettel arra, hogy már egy 21 néhány éve is álltam, vagy ültem Tibor mellett, amikor az első, majd aztán a második kötetét mutattuk be, valóban figyelemmel követtem az ő munkásságát, noha sok újdonságot is találtam ebben a kötetben, és el is töprengtem azon, hogy vajon akkor, amikor valaki 50. évén túl már 9 kötettel a háta mögött alkalmat kap arra, hogy az életművéből válogasson, akkor miért pont ezt a tematikát emeli ki, irodalom és nemzeti közösség, mert ugye nagyon sok féleképpen lehetett volna válogatni, lehetett volna úgy válogatni, ahogy már volt egyszer, hogy mondjuk erdélyi tematikai írások jelentek meg. Lehetett volna akár csak a költészetről beszélni. Lehetett volna egészen furcsán és elegánsan arról az irodalmi vonulatról beszélni, amelynek te nem vagy a házi kritikusa, Eszterházytól Západáig, de mégis egy kötet megtelt volna. De miért? Hát jó kérdés. De előtte azt köszönöm szeretettel a közönséget, és köszönjem meg, hogy a portugál meccs helyett is van, aki engem választott, és az Ádámmal való beszélgetésünket. Meg hát ugye itt minden nap vannak programok a könyvtárban, meg egyébként is. Azért válogattam valószínűleg ennek a tematikának a nyomvonalaiban az írásaim közül, mert amikor eszembe jutott egyáltalán az a gondolat 2 évvel ezelőtt, amikor közeledtem az 50. születésnapomhoz, akkor jutott eszembe, hogy és akkor már volt 8 kötetem, vagy már 9, akkor már volt 2 évvel ezelőtt, jelent meg az utolsó, gondolkodtam, hogy hát tulajdonképpen érdemes lenne már ennyi anyagból egy válogatott gyűjteményt összeállítani, hogy költők is szoktak ilyen kornó már 10 kötet után válogatott első kötetet, és hogy nekem is lehetne. El volt ez az egyik gondolat. A másik gondolat viszont az volt, hogy ugye az utóbbi években is nagyon sok vita, kérdés, feszültség
mindenféle beszélgetések nyilvánosak és barátiak zajlottak a nemzet problematikája körül, a nemzet fogalma körül, a nemzeti emlékezet zavarai körül napjainkban, és állandóan halljuk a nemzet tudatunknak a problémái körül, a nemzet önismeretnek a hiányosságairól, a reális, az illúziók, a nemzet önismeretnek a szükségességéről. És hát amikor én visszagondoltam az eddigi pályámra, idézőjelbe, akkor azt láttam, hogy én mindig ezzel foglalkoztam, vagy ezzel is foglalkoztam mindig, hogy az egyik fő kérdés, ami engem foglalkoztatott az irodalmon keresztül, az pontosan ez volt, hogy az irodalom hogyan tud hozzájárulni, hogyan tudott korábbi években, vagy évszázadokban, vagy évtizedekben, és hogyan tud napjainkban hozzájárulni mindahhoz, amiről az előbb beszéltem, hogy a nemzet közössége reálisabban nézzen önmagára, reálisabban ismerje önmagát, hogy a nemzet tudatunk régi évtizedes vagy évszázados zavarai enyhüljenek, oldódjanak, hogy többet tudjon magáról ez a nemzeti közösség. Ez a magyar irodalomnak is egy fontos vonulata tulajdonképpen, akár mondhatnánk a reformkori nagy költőinktől, alkotóinktól, akik először tették fel a kérdést, hogy milyen a magyar, meg mi a magyar egyáltalán, és a nemzet fogalmát megpróbálták a 18. század végétől, 19. századtól kialakítani, körüljárni, de úgy tűnik, hogy ez a problematika mindmáig élő, furcsa módon, és mindmáig foglalkozik vele az irodalom, a kortárs irodalom. Sokszor úgy is, hogy nem is veszük észre, de láthatatlanul. Nem is szándékosan, nem is akartam, de mégiscsak egy-egy irodalmi alkotás hozzászól ezekhez a kérdésekhez. És én erre valami ösztönösök folytán, nem tudom pontosan a magyarázatot rá, kezdett a pályán első írásaitól erre különösen érzékenyen reagáltam, figyeltem oda. És úgy éreztem, hogy ha én most összerakok egy ilyen kötetet, akkor azzal én is hozzá tudok szólni a magam módján ezekhez a kérdésekhez, és talán hangsúlyosabban, hatványozottabban, mint korábban, ugye egy-egy írással elszóltam a különböző kötetekben, mert például a második kötetem a önismeret és helyzettudat, ez mi is volt a cím? Helyzettudat és önismeret című kötetem, az is ezekkel a kérdésekkel foglalkozott. De részben az első is, ami meg a határozott magyar irodalmakról szóló első kritikáimat, tanulmányokat foglalt össze, az is érintette ezeket a kérdéseket, és aztán későbbiek is. Meg amikor, hogyha a magyar irodalom, az elmúlt évtizedek magyar irodalmának egy-egy fontos kérdését jártam körül, azt, hogy egységes, vagy nem egységes a magyar irodalom, ugye itt, amit nagy eszélyt a dolgokra szakadtatott magyar irodalom címmel, hát az is ezeket a kérdéseket érintette, de talán még amikor az irodalmi siker természetrajzát jártam körül, az is bizonyos áttételekkel, de hozzászól ezekhez a kérdésekhez, vagy ha írtam egy elemzést, műelemzést, mondjuk Eszterházy Péternek a Javított kiadás című regényéről, akkor és újraolvastam, és akkor láttam, hogy vannak benne olyan mondatok az én elemzésemben, amik erről szólnak, arról szólnak, hogy az Eszterházy regénye az szerző szándékai szerint a Harmonia Célvesztis is, ez a Javított kiadás is hozzá kellett volna, hogy járuljon a reálisabb nemzeti önismerethez, és hogy a szerző tulajdonképpen elégedetlen önmagával, így de azt hiszem, hogy a Harmonia Célvesztis is, és akkor én megírom, hogy hát bizony az a Javított kiadás még inkább hozzájárulhatott volna, de hogy ez sem tudott igazából sokat hozzátenni különböző okok miatt ehhez a problémához. Tehát így jöttek sorra, és akkor amit említett Ádám, hogy a végén van három
ciklus, amiben ilyen mini-esszéknek nevezem én most, mivel azt akarom állítani, vagy jelezni, hogy itt esszék vannak ebben a kötetben, de nagyon tárgyal érte az esszék fogalmát. És az első írás az, ami tárgyalja, hogy általában mi az esszék műfajának, mik a jellemzői. És hát egy több olyan írás is van, ami nem biztos, hogy megfelelne szigorúan véve az esszék műfaji kritériumainak, ha vannak ilyenek. Tehát itt az egyik jellemzője az esszének, hogy képlékeny és hogy kísérlet. A fogalom is tulajdonképpen arra, hogy a kísérlet az esszéírás. Na most ugye, tehát azt mondom, hogy a harmadik ciklusban mini esszék vannak, de hát van, amelyik a publicisztika felé hajlik, van, amelyik vitacikk volt tulajdonképpen, vagy ahogy Ádám mondta, előadás, például itt néhány, két-három évvel ezelőtt a Gyulai könyv heti megnyitó beszéd is benne van, a könyv halála címmel, amit én esszének tekintek, ma már, vagy már akkor is annak tekintettem, de az egy szónoki mű volt, ugye egy előadói előadás szöveg, és több más ilyen típusú szöveg is van, Sinka István emlékházánál elmondott szöveg, Szabó Pál szülőházánál elmondott előadás, emlékbeszéd, ezek emlékbeszédek, de ezek is tekinthetők minieszéknek, és hát ezek is hozzászólnak ugyanezekhez a kérdésekhez. Na, hát körülbelül ez a válaszom arra, hogy kérdés, hogy miért ez a tematika, de leginkább az, hogy azt tettem észre, hogy ez kezdetben engem foglalkoztatott, de nem csak engem foglalkoztat, hanem napjainkban is nagyon sokukat foglalkoztat, hogy ahogy a Nemzet Közössége című tavaly a kolozsvári korunk folyóiratban megjelent eszében végigkövetem, hogy ugye a 2011-ben elfogadott új alkotmány, vagy alaptörvény, ahogy nevezi magát, az kimond sok mindent a nemzettel kapcsolatban. Meg még előtte, 2010-ben már a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény is kimondja, hogy azt mondja, hogy több magyar köztársaság hozzáülése kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatóság alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó elem. Az alaptörvény pedig azt mondja, a nemzeti hitvallás része, Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartó felelősséget visel a határon kívül lévő magyarok sorsáért, elősegíti a közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságok megőrzését, irányuló törekvéseit, stb. De nem ezt akartam idézni, hanem azt, hogy mi a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat. Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. De most, hát ugye a törvény azonban nem tisztázza azt, hogy kik is azok a magyarok. És sokak számára továbbra sem egyértelmű valószínűleg, hogy ki a magyar, mi a magyar, kik tartoznak a törvény, idézem, a magyarság minden tagja és közössége meghatározásának körében. És pontosabban kik is vagyunk azok a mi, idézem, mi a magyar nemzet tagjai. Tehát, hogy ki ez a mi. Ugye ez nagyon nehéz. Nyilván az alaptörvényben nem lehet belefoglalni, de én megpróbálom körüljárni ezt a kérdést ebben az eszében, hogy akkor kiket lehet ma a magyar nemzet közösségének, a tagjainak tekinteni. Ezért is az a cím, hogy nem a nemzet közössége. De ez nem csak engem foglalkoztat, mert engem fölkértek erre, hogy erről írjak, a című kolozsvárit, hogy a főszerkesztőjek Anton Lajos, hogy szerveznek megint, már nem tudom, hanyatszor, épp azzal kezdtem, hogy évszázadok óta újabb és újabb bankétok, folyóirat összeállítások, azt a beszélgetések vannak erről, újra és újra nekik futnak emberek, és én is, hogy ezekről a kérdésekről beszéljek, de ők tették fel ezeket a kérdéseket, erre kellett válaszolni, hogy 21. századi megközelítésben olyan fogalmak,
alkalom, hogy nemzet, állam, államnemzet, kultúrnemzet, nemzetközösség, nemzetföldiség, nemzetűen ismerek, mi a magyar, ki a magyar.